Jöhet a 2023-as verziója a Home Office Desk Setup videómnak? És van benne egy érdekes csavar, amit nyilván csak a végén fogok elmondani, de szerintem meg fogsz rajta lepődni. Mindent át fogunk beszélni, hogy mi zajlik itt. Kezdjük el, de előtte intro. Ebben a videóban egy teljes túrát fogok neked adni, hogy hogyan alakítottam ki a mostani asztalomat, home office-omat. Hogyha láttad a tavalyit, akkor talán overkill-nek is nevezhetjük, az idei meg inkább egy ilyen folyamatnak a része, vagy egy megálló, annak érdekében, hogy a legfunkcionálisabb, minimalistább és jól kinéző asztalt megcsináljam, úgyhogy megmutatom, hogy hol tartok most. Jó pár király kis kiegészítőt, teki cuccokat meg fogok mutatni, és egy általános átbeszélés lesz ez a videó, de ez egy széria, fogunk beszélni konkrétan a dual monitoros setupomról, hogy egy új wifi router mesh rendszer mennyire átalakította, hogy jó netem legyen, beépítettem egy UPS-t, ha tudod, hogy mi az, nem a szolgáltató, aki hoz neked dolgokat, hanem áramellátás, és még nagyon jó sok más kiegészítőről is, úgyhogy ha érdekel a széria, mindenféleképpen iratkozz fel, ez csak egy teaser volt. Mielőtt belevágunk, egy disclaimer, néhány terméket elküldtek nekem, de senkinek sincs beleszólása abba, hogy mit mondok róla, és ugyanakkor látják ezt a videót először, amikor te is. Szóval, kezdjünk is bele! Először beszéljük el a főszereplőt, a show-nak a központját, ami az asztalom. Még mindig az egyedi kialakítású autonomos állítható magasságú elektromos asztalomat használom, ami simán egy gombnyomással be tudunk ejteni, hogy mekkora legyen, de van 4 preset is, amiben be tudjuk ejteni, hogy mi mit szeretnénk használni. Én egy úgynevezett DIY kitet használok, amire a saját munkalapomat raktam fel, és nagyon tetszik ez a matt fekete, és ez a rusztikus asztalfelület, amit így kialakítottam. És ami még nagyon tetszik ebben, hogy nagyon jó árértékarányú, $450 kerül ez az autonómos cucc. Talán tudhatod, hogy elég nagy Apple fan vagyok, és hezitáltam igazából a Mac Studio Ultra és a 16-szoros MacBook Pro mellett, de végül az utóbbit választottam, mert szeretném ezt a brutál erőt bárhol elérni, hogyha magammal viszem. Egy vicces sztori, hogy kipróbáltam az M2 Max-ot is, de végül az M1 Max mellett maradtam, mert nem láttam akkor a különbséget, és így egy kis pénzt is spóroltam. 64 gigás memória, 1 terabájtos SSD, imádom, nagyon szeretem, erről van egy dedikált review-m, amiben valós teszteket, videóeditálás, pluginok, effektek, átmenetek, minden van benne. Ha ez érdekel, akkor nézd meg, link a leírásban a like-gomb alatt, amit benyomhatsz, hogyha tetszik ez a videó. Mielőtt az izgalmas dolgokat, mint például a monitorom, vagy milyen egeret, billentyűzetet használok, átbeszéljük, muszáj átnéznünk azt, ami a fájlainknak a menedzsmentje, ugyanis ezzel én annyit szívtam, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó megoldást találtam, és pár hacket szerintem te is fogsz tudni alkalmazni. Kezdjük ott, hogy sosem szoktam nagyobb SSD-t tenni a MacBook-jaimba, amikor rendelem, hiszen az belső, és szerintem egy pénzkidobás. Most már alapból is 1 terrával jönnek, ami teljesen elegendő, de kérdezheted, hogy ha ennyire kimaxolom a MacBook-omat, miért nem veszek bele többet? Nos, ahogy mondtam, hogy ez az 1 terra bőven elég nekem arra, hogy 1-2-3 projekten dolgozzak, videóvágásban, ami nagy fájlok, ha pedig több helyre van szükségem, akkor a SanDisk Extreme Pro SSD-t, nem a simát, nem a Pro-t használom, ami kb. Annyiba kerül, mint hogyha nagyobb belső internál, belső SSD-t használnék, de kb. Ugyanabból az árból egy 4 terabájtos külső SSD-n van, ami szuper gyors, és ugyanúgy megmarad, hogyha lecserélem a MacBook-omat. Papíron 1050 megabit per szeket tud 4-5000-hez képest, ami a belső MacBook-os, de igazából akkora különbséget nem érzek akkor sem, amikor 4K-s, 100 FPS, S-Log, 10 bites, 4.2.2-es fájlokkal is játszok, effektekkel, mindenféle pluginekkel, tehát ez egy nagyon jó befektetés szerintem. És igen, nagyon gyors SSD-im vannak, de
mi van a többi fájllal, a nagy fájlokkal, a backupokkal. Ehhez pedig rengeteg hely kell. Nagyon sok hely. Guns. Lots of guns. Ehhez megtartottam a két 20 terabájtos Western Digital Duo-mat backupnak, és ebben az évben a Terramaster T6-423-at két 12 terabájtos Western Digital Red Plus-szal használom, amit akár később bővíthetek is, és nagyon király, mert hozzá tudom csatlakoztatni a NAS-t, ugye ez egy NAS, a QNAP Wi-Fi routerhez, ami amúgy is egy NAS, és erről fogunk is még beszélni. De ezáltal mindennek megvan így a helye, nézzük meg, hogy hogy rendszerezek. Nagyjából, mint egy ilyen hagyma rétegei, úgy tekintek rá, hiszen a legfontosabb fájlok ott vannak a MacBookomon, ha pedig nagyobb fájlok vannak, ott van ugye a SanDisk Extreme SSD-m, és az összes többi pedig a Terramaster T6 körül van, amiket ha el akarok kérni, mondjuk pluginek, effektek, stock fájlok, és emellé van egy másik Terramasteres NAS-om is, amiben van összesen 40 gig terrányi, ugyanúgy Western Digital Red Plus-os SSD, amit amúgy tudnék bővíteni is, és így backupolok oda mindent, tehát a MacBookomat is, a régi fájljaimat is, és ez ugye össze van kötve a Duo-kkal is, tehát duplán biztosítva vagyok, és minden nagyon könnyen elérek. Van még valami? Ja igen, a Toshiba Canvio Advance egy ilyen kis kakuktojás, mert az egy tipikus HDD, de nagyon jól jön, amikor mondjuk egy nagyobb fájlt valakinek oda kell adnom, egy ügyfélnek, egy barátnak, erre teljesen jó egy sima HDD, csak ajánlani tudom. Szóval ez a file managementem, remélem tudtam adni néhány tippet, de most menjünk át a kijelzőkre, méghozzá a két kijelzős setupomra, és jelenleg nem egy, hanem kettő BenQ monitort, egy 32-es és egy 27 szolost használok, 4K, nagyon színhelyes, és ez az első alkalom, amikor egy horizontális és vertikális megoldást választottam, mert így gondoltam, kipróbálom, és nagyon jól jön, főleg, hogyha te vágsz videókat, editálsz, akkor egy pro tip, hogy amikor a hangeffekteket rakod be, a vertikális módban nagyon király, mert az összes hangsávot lehet látni. Ehhez pedig nem a hozzájuk való talpakat, hanem egy Upergo vagy Apergo nevű márkának a mountjait használom, amiről lehet, hogy sosem hallottál, de akkor meg miért ezt választottam, kérdezheted. Két okom is van rá, egyik, hogy baromi olcsó, kettő, hogy elbírja a monitorokat, mert ezek súlyosak, és az előző alzás ilyen mountjaim nem bírták el. És ez amúgy nevetséges, mert 30 euró, tehát én 10 000 forintos összegbe kerül, és tökéletes az egész setupnak, plusz amúgy extra karokat is rá lehet rakni, például nekem van egy kar, amire rá tudom rakni a kamerámat, amiben most beszélek, tehát ha zoom-koljaim vagy ilyesmi van, tökéletesen tudom rá használni. Úgyhogy így döntöttem én, megnézem milyen feeling, de mit gondolsz te erről a dual monitoros setupról, hogy az egyik ugye horizontális, másik vertikális, írd le kérlek, hogy te mit használsz, mit gondolsz erről, és kezdjünk el beszélgetni a komment szekcióban. Térjünk át a Logitech billentyűzetemre és egeremre. Ebben az évben egy kicsit nosztalgikus lettem, és gondoltam, hogy kipróbálok egy ilyen mechanikus billentyűzetet, talán csak, hogy a régi szép időkre, Windows 95-ös időkre, meg Pentiumra emlékezzünk. És most először ehhez egy Logitech MX Mechanical-t használok, ami, hogyha valaki szereti ezt a hangot, és hogy van egy jobb visszajelzés, vagy olyan nosztalgikus, mint én, biztos, hogy nagyon jól fog vele járni. Nagyon magas minőségű, tök jó gépelési élményt biztosít, de még olyan szinten is, hogy ki tudod választani azt te, hogy milyen legyen a hang, van tactile quiet, clicky és lineáris. Hallgassuk meg! Természetesen a billentyűzetnek rengeteg egyedi gombjai vannak, imádom, hogy ott vannak a számok is, és három különböző eszköz között tudunk váltani, Windows, Apple, bármi, és beállíthatjuk a mi preferenciáink szerint. És ha már beállítások, a Logi Option Plus appot külön ki kell emelnem, mert tényleg ezt a testre szabhatóságot egy következő szintre emeli, hogyha érdekel, hogy én hogyan setupoltam ezeket, erre szerintem 20 percig is tudnék beszélni, úgyhogy ha szeretné egy ilyen videót, írd le a kommentben.
Most pedig az egér a Logitech Master 3S Mac számára nagyon jó kreatív és produktivitás felhasználására, bár egy kicsit tartottam tőle, mert több mint 10 éve Magic Mouse-t használok, és kíváncsi voltam, hogy milyen lesz egy ilyen tipik egér kialakítás, de baromi jó. És figyelj, 7 gomb van, amit te se tudsz szabni, megint hihetetlen app specifikusan, hogy hol mit szeretnél. Tényleg egy külön videóban tudnék róla beszélni, de egyet elmondok neked, hogy van, ahogy így tartod az ujjadat, egy gomb, amit hogyha lenyomsz, még ilyen gesture, tehát mindenféle dolgot be tudsz ejteni, hogyha lenyomva van a gomb és fel vagy le, vagy balra és jobbra mozgatod az egeret, akkor még más tudsz elérni. Editálás közben zseni. Ha te is szoktál videót vágni, vagy ilyen bedolgozol esetleg, hobbiból zenét készítesz, vagy csak szereted a jó minőségű zenét, akkor az Edem Audio-nak az A7V több mint tökéletes lesz. Úristen! Már tavaly is az Edem Audio-tól használtam a belépő kategóriás T5V-t, és az is baromi jó volt, de az A7V-vel nem hittem a fülemnek. Mert amikor új hangfalaim lesznek, stúdió monitoraim, mindig meghallgatom a kedvenc zenéimet, és konkrétan olyan hangokat vettem észre, amiket eddig nem, és amúgy mindent ilyen tökéletesen lehetett hallani. Nagyon-nagyon jó. Az A7V ugye egy 7 incses kabinettel rendelkezik, és minden ilyen vibrálás vagy nem kíván dolgot le tud csökkenteni, van benne külön egy kis mélynyomó rész, és hát a tweeterei az egy ilyen signature, ami az Edem Audio-nak ez a sárga kialakítása, egy ilyen nagyon szép, kiegyensúlyozott hangot biztosít. XLR, RCA bemenete is van, be lehet állítani a szinteket, hogy hang, hogyha asztalon van, milyen legyen, és egy 96 kHz-es 24 bites DSP rendszerrel konkrétan így értelmező, hogy milyen szobában van, és ahhoz hangolja saját magát. Mindez amúgy elég sokba fog kerülni, mert egy darab 300 ezer, tehát egy pár 600 ezer forint, de ha van rá pénzed és fontos ez neked, nagyon sok értéket kapsz ezért a pénzért. De amiről még nem beszéltünk, az maga a design. Nyilván nagyon tetszik ez a matt, fekete és a kis sárga kiemeléssel, ugye a Signature Adam Audio-nak a tweetelével. Annyira egy király lesz tőle az egész desk setupom. Ha tetszik neked is, akkor mutasd meg azzal, hogy benyomod a like gombot. Még hátra vannak a király kis kiegészítők, de mielőtt belevágunk, gyorsan szeretnék köszönetet mondani ennek a videónak a szponzorának, aki nem más, mint az Impro, illetve a Dreamy. Hadd meséljek el valamit. Az, hogy egy ilyen desk setupot hozhattam létre, még mindig hihetetlen számomra, és tényleg szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen térben tudok alkotni, dolgozni. De amiről sokszor nem beszélünk, amikor nézzük ezeket a király kis setupokat, az az, hogy ezt tisztítani is kell, és minden rendben legyen. És ha bár én egyáltalán nem vagyok egy ilyen takarításmániás, mint Mónika, plusz van egy kutyám is, azért kihívás számomra, hogy tisztán tartsam magát ezt a teret, meg úgy általában a lakásomat is. És pontosan itt jön képbe a Dreamy, a H12 vezeték nélküli porszívója és a Z10 Pro robot porszívója egy nagy hasznot biztosít. Fókuszt. Mit is értek ez alatt? Nagyon hatékonyan, könnyen kezelhetően és jól tisztítva végzik el a munkáikat, és pont ezáltal lecsökken az az idegbaj, meg idő, amit a takarítással kell töltenem. A robotporszívó minden nap egyszer végigmegy, és tök tiszta lesz tőle az egész lakás, és mondjuk egy hetente vagy két hetente, hogyha végigporszívózok a H12-vel, tök gyorsan, nem kell a vezetékkel foglalkoznom, még fel is mos, mind a kettő tök egyszer leegyszerűsítette ezt a dolgot, ami amúgy mindig egy ilyen fenébe takarítani kell dolog volt. Link a leírásban, hogyha érdekel, és még egyszer köszönöm a Dreamy-nek és az Impro-nak, hogy a videónak ezt a részét szponzorálta.
annyi minden kiegészítőről lehet beszélni, mint például az Audi NTVO 8-as audio interfészemről, vagy a Sonatech-nek az Echo 11 Thunderbolt 4-es dokjáról, amiben minden befut, vagy magáról a székemről, de ezekről mind van dedikált videóm, amit linkelni fogok, és amúgy is ez a videó már elég hosszú, úgyhogy miről lenne még értelme beszélni? Hát a dual setupommal még nagyon-nagyon sok kis titok van, vagy a QNAP-nak a routere, hogy állítottam be, vagy van például beszereztem egy ilyen légtisztítót, van egy futópadom, ami kifejezetten itt nem futni, de sétálni lehet, miközben dolgozom, amit imádok. Ezekről lesz egy külön dedikált videóm, szóval, hogyha az érdekel, akkor mindenféleképpen iratkozzál fel a kis csengővel is, mert a következő hetekben jönnek ezek ki. És ahogy mondtam a videó elején, ez egy ilyen working progress, tehát egy folyamat része, és jó sok mindent szeretnék változtatni, jó pár dolog van, ami nem tetszik, úgyhogy nem ebben a videóban, hanem a széria végén fogom elmondani, hogy mik ezek, amik nem tetszenek, de ha van egy tipped, akkor kérlek, mondd meg. Remélem tetszett ez a király kis home office setup bemutató videó, hogyha igen, akkor lájkold, iratkozz fel a csengővel együtt, mindenféleképpen nézd meg a múltkori review-imat, múlt évből, mert tényleg ma is nagyon jók ezek a kis eszközök, úgyhogy remélem találkozunk egy következő videóban, mondjuk ezekben. Klik, szia, sziasztok!